Miért tetszik így rám nézni? Most rosszat mondtam? Rosszat kérdeztem? Nem baj. Jó, akkor kérdezek már valamit. Ki jött a párjával? Hú, nagyon lassan mentek a kezek így. Eljöttünk, elhoztalak, nézd. Elhoztalak ide. Ki a párkapcsolatban? Akkor a többi mind szingli. Na, Ádám lesz itt neked keríteni való. Nő is. Nem tudom, a jelenlévő párok közül ki emlékszik még az első randira. Hát ti ott hátul nagy... Ti mindenre jelentkeztek, jól vagytok? Jelentkezzetek! Jó, én nagyon sokat randiztam, és rájöttem, az első randi az olyan, mint egy állásinterjú, nem? Jó kell kinézzünk, jól el kell magunkat adni, és általában, mint a interjún, randin is jönnek az ilyen hülye sablon kérdések. Lányzó kérdezte tőlem, hogy... És? Sportolsz valamit? Mondom ki, figyelj csak! Szex annak számít. Felsillant így a szem, hogy... Hát, szerintem igen. Na, akkor nem. Hát a legjobb az volt, amikor így fél órát vártam a csajra, míg lefektette a két gyereket, meg elköszönt a férjétől. Jól el voltunk, hát a legjobb az volt, amikor lányzóval beszéltünk telefonon, találkozott, és mondja, hogy hát ő hozna a kutyáját is, ha nem gond. Hát mondom, hozzad, hát kutyákat csipázom nagyon. És el is hozta, nem tudom, hogy láttatok-e már tüzelési időszakban kangölcsön rendelkező kankutyát. Igen? Nem. Kutyát láttál? Igen, jó. Jó, jó. Randra ült eszembe egyébként, így rendezően is megkérdeztem, hogy emlékeznek így az első randira, és egy srác felállt, hulla része volt, azt mondja, ú, nagyon be voltam baszva. Szép is a szerelem. Mindegy, hát én sajtó voltam az ügyen, és akkor lányzó hozta a kutyáját, morzsit, a kangörcsöset, puszi, puszi. Tudjátok, van az a panel morzsa, amelyik ilyen predátor fejű, hörög. Tudjátok, az ilyen ekkora felmosó rongy, és így ott állunk, puszi, puszi, morzsi. Én le voltam így döbben, váltam, mondom, hát ez milyen rosszabb. És lányzó mondja, hogy jaj, ne izgulj, 5 perc múlva abba hagyja. Mondom, mennyi közös van morzsiba meg bennem? Hegyem a kis szívedet! Jaj! De hát amúgy megtaláltam én is a párom. Hál' Istennek már jó ideje, és első együttalvás nemi panelban élek, vékonyak a falak. Hallottuk, hogy a szomszéd mondja a párjának, hogy Ica, gyere már! Szomszéd, hülye gyerek, megint pornót néz! Aztán rájöttem, hogy mindig jobb, hogy nem Indiában élünk. Ugyanis képzeljétek el, hogy Indiában a mai napig van egy olyan kaszt, ahol az a szokás, hogy a nász éjszakán a fiú valamelyik szülőjének benn kell lennie. Belegondoltam, hogy nézne már ki a nász éjszakán, még a sarokba egy sámlin, ott ülne anyám. De tényleg így őt ismerve, úgy biztos mondanám magáét, hogy lassan, fiam, lassan. Ne kapkodj, finoman, óvatosan. Istenem, nem megy ez neked. Adom a ritmust, figyelj! Mendegél a mandarin, ez bomba, jó, ez bomba. Hát nem hiszlek el, balfasz vagy, mint apád. Bezzeg apám ülne ott, ú, az a... ez az, fiam! Gyerünk, ding-dongját, tarod a fülét, adjad neki, ding-dongját! Egyből felállna, figyelj! Mendegél a mandarin, ez bomba, jó! 10 másodperc, családi rekord, büszke vagyok rád, fiam. Ja. Na hát ez ilyen, de egyébként egy párkapcsolatban vannak rossz mondatok, uraim, tegyük a szívünkre a kezünket, tehát amikor életünk értelmének egyetlen szerelmének rózsaszála, így mond valamit, és így zsigerbe válaszolunk rosszat. Páran kérdezi tőlem a múltkor, hogy vasárnap, hogy anyuszi, nem megyünk ki az állatkertbe? Én meg így visszaválaszoltam zsigerből, hogy hát nem vagyok kíváncsi az exeidre. Nem volt túl virám az a vasárnap, de... eltelt, de nem tudom, a jelenlévő párok közül ki emlékszik még, uraim, ez a bemutatós ebéd. Amikor így, tudod, após anyós jelöltnek is bemutatod magad, elmész pacákba, megborotválkozol, kiöltözöl. Én nagyon izgultam, mert nyilván egy férfi, aki szereti a párját, jó benyomást akar kelteni. Hát én is így jó benyomást akartam kelteni, ezzel itt mind. Valahogy megoldottam, és így nagyon izgultam, nagyon kellett mennem mosdóba, és kérdeztem, hogy merre van a mosdó, tudjátok, így puszi-puszi után. Elmentem. Meg volt az egyes, átmentem a fürdőszobába kezet mosni, megnyitottam a csapot, és így... Pff, hát így 10 bár nyomással, mérnöki pontossággal itt végig. Hát mondom, basszus, annyi nem mehetek ki. Hát mondom, mit fognak inni rólam, egy tányér húsevestől összehúzom magam az örömtől, vagy micsoda? Hát mondom, itt valamit ki kell találni, néztem körbe,
törölköző. Hát mondom, sokáig kéne dörzsizni, még jó is lenne, most erre nincs idő. Megtaláltam az eszközöm, hajszárító. Gyorsan levettem, bedugtam, szárítom, wow, nagyon fajnul szárat. Pár, ami kinyitja a fürdőszoba ajtót, néz döbbenten, és azt kérdezi, hogy Gabi, te milyen jó Isten csinálsz? Uraim, a melegítem a vacsorád, nem jó válasz. De egyébként a párválasztást egyébként megnehezítette édesanyám is, én őt nagyon szeretem. Sőt, vannak olyan pillanatok, amikor édesanyád rosszkor jut eszedbe. De tényleg, ügyfélnél voltunk tárgyalni, ügyvezető késett, és így láttam egy női magazint, le volt éve, onnan belelapozgatok már, mi újság van. És képzeljétek el, találtam egy olyan cikket benne, ami arról szólt, hogy az adott csillagjegy szülötte milyen az orális szexben. Hát én ilyen kíváncsi természet vagyok, mondom, megnéznek már, mit írnak rólam, én kos vagyok. Keresem, és így eszembe jutott, hogy anyám mérleg. Hát mondom, nem. Na biztos, hogy nem, biztos, hogy nem. Hát csak elolvastam. Legalább tudom, hogy apám miért idegbeteg. Tehát, de nem, de egyébként anyám nagyon kritikus volt mindig a barátnői jelöltjeimmel szemben, és tudjátok, az a fajta volt, akinek így csajra mutattam egy képet, és így ez a cüccögő is fajta. És így kérdeztem tőle, mondom, figyelj már anya, nem is ismered őket, nem találkoztál velük, miért vagy ilyen negatív? Válasz? Időt spórolok, fiam. Úgy képzeljétek el az elmúlt 10 évet az életemben és ezeket a lányokat, mint hogyha anyám Tinderen válogatná csajokat. Megvan ez az applikáció? Volt már valaki rajta? Úgy senki nem teszi fel a kezét, valaki látta a férfit, az a... Jó, látom, hogy ott ül melletted a barátnő, feleséged, most már mindegy. Vannak ilyenek. Nem is tudom, akkor segítsem-e valaki, hogyha balra húzunk, tetszik, jobbra nem, vagy valahogy így van, nem? Igen. Ó, te tudod, látom rajtad. Nem szégyen azt, hát ki kell próbálni mindent, nem? Mondjuk én speciális nem próbáltam, de hát ez a te életed, te döntésed, ne? Anyám és az elmúlt 10 év, muter válogat, Rinyó, Céda, Rinyó. Ó, oh, ez igen, ez nem rossz. Mivel foglalkozik? Hát mondom, anya, hát Marian hivatásos modell. Micsoda, kura! Megyünk tovább az idővonalon. Rinyó, Céda. Gabika, ez Jány. Céda. Na ez igen. Nagyon jó csaj, fiam. Mivel foglalkozik? Hát mondom, anya, hát Angéla szakmabeli, az államkincstárnál osztályvezető. Ó, igen, na és hány éves? Hát mondom, 37. Micsoda? Mi kurva? Tettó! Ennyi, megoldotta, de vannak egyébként ez a generációs különbséget, tudjátok, így a technikai dolgokba. Otthon nagymamám, nagyon aranyos, és így nyaralásról mutattam neki a képeket tabletem. És így kérdezte, hogy hau fiam, hát mit kell ezzel csinálni? Hát mondom, mama, mint az újságot így lapozni. Azt mondja, ja, jó. Nem szóltam. Akkor sem szóltam, amikor anyám felhív telefon, és azt mondja, hogy Gabika, elromlott az internet. Mondom, mi a baj? Azt írja nekem, hogy fogadjam el a sütiket. Mondom, nem kezdtem el magyarázni, mondom, figyelj, anya, mondd, hogy elfogadom. Jó, azt hova küldje a receptet? Na de az, amikor hazamegyek anyámékhoz, és azt látom, hogy apám YouTube-on disznóvágást néz. Számomra az így vitt mindent. Nem is tagadtam, mondta, hogy 8 órája ezt nézi. Ma látta az összeset, 3 csatornára feliratkozott. Ez dobja fel neki állandóan, de hát én nem rosszolok senkit egyébként, mert önmagam is egyébként elég balfasz vagyok. Vannak ilyen, tudjátok, amikor nagyon sok mindent félreért az ember. Én vidéki gyerek vagyok, én sok mindent nem tudok félreérteni. Ezt így be is vállalom, én lementem, így boxolok, és így lementem a edzésre, és mondta az edző, hogy lesz minden zsák, kesztyű, bandás, amit viszont feltétlen vegyek magamnak, az egy szuszpenzor. Hát mondom, jó van, azt tudjátok, így eljöttem. Én abban a hiszemben voltam, hogy így a szuszpenzor az egy szakkifejezés, aztán ez a gumis fejvédő. De hát nem, mert a zacsi védő. Mindegy, én ezzel a hiszemmel elmentem sportszelboltba, mondom az eladó csávónak, hogy szia, egy szuszpenzor kérnék szépen. Mondja így, hogy hát mekkora kéne. Hát mondom, nem tudom, szerinted mekkora lehet rám jó. Csávó így hátralép, azt mondja, hülye gyerek, megüsselek. Hát, ne haragudjál már, nem veszekedni jöttem ide, tehát
ebből biztos alattál már több százat, én azt sem tudom mi az. Hát egy ekkora embere, mint én, úgy kb. Mekkora kellhet. Csávó hátralépett még egyet, láttam kijött egy ér a fején, azt mondja nekem, na ide figyelj, hülye gyerek. Mondd már mekkora kell, azt takarodjál innen. Én meg tudod, hogy felhúztam magam, azt mondom, ha mit mekkorált ember, mint a fejem. Hát jártam így, most pont legutóbb a gyógyszertárba, amúgy boxedzésen így rájöttem, hogy nagyon jó a dolog a vazelin, mert ha bárken itt a vékony részekre, akkor nehezebben repett fel a bőröt, csak szólok. Hát én mondtam, hogy fú, ez nekem jó lesz, akkor menjek a patikába, veszek magamnak egy tubus vazelint, és akkor a patikába beérve eszembe jutottam, mondom, ó, hát hétvégén nálam lesz egész hétvégén asszonypajti, kell a védelem, akkor veszek még egy csomó óvszert is, kikérem ugye a patikus nőtől az óvszert és a vazelint, és így közben a nő így elmegy, és akkor esik le nekem a másodperc töltése alatt, hogy na várjál. Én kértem vazelin meg koton, az azt hiszem, hogy buzi vagyok. És tudjátok, amikor így azon próbálsz lenni, hogy valami olyat mondom, tudtam, hogy valamit mondanom kell még, hogy így ezt így visszatörjem ezt az egész sztorit, hogy nehogy azt higgyem, hogy ezért jöttem ide. És én mondtam az első gyógyszert, ami eszembe jutott, utána kiabáltam. És még egy kanesztem plusz legyen kedves! Köszönöm szépen a figyelmet!